Magyar Kultúra napja alkalmából a Tarisznyás Márton Múzeum adománygyűjtéssel egybekötött nyílt napot tart szombaton. Felújítják a Gyergyószent Miklósi sportcsarnok öltözőit. Rengeteg rongálás történt ezekben a helyiségekben, ezért nagyobb munkálatokat végeztetnek a létesítményben. Játékos délutáni tornaórák koordinálásához keres önkéntes munkatársakat az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub. Hírek a Fénytelevízióban január 18-án, köszöntöm a nézőket! A Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum a Magyar Kultúra Napja alkalmából szombaton nyílt napot szervez. A rendezvény keretében bábszínház, gyerekfoglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések, diafilmvetítés és népzenei előadás is lesz. Ez egyben jótékonysági esemény is lesz, a múzeum munkatársának életmentő műtétjére gyűjtenek. A Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét nyílt napot szervez a Tarisznyás Márton Múzeum. A rendezvény keretében színes programokkal igyekeznek minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtani szombaton. A Magyar Kultúra Napjára egy nyílt napot szerveztünk, hogy minél sok több kategóriájú embert be tudjunk vonzani, gyerekektől egészen a felnőttekig kínálunk programokat. Többek között bábelőadással készülünk, rendhagyó tárlatvezetésekkel készülünk, valamint a Karmazsin együttesnek a záró eseményével egy koncertet is beszerveztünk. A programsorozat szombaton 11 órakor a Halvirág Bábszínház Macska Cicó című előadásával kezdődik. 12 és 14 óra között óránként rendhagyó tárlatvezetések lesznek a Lepkelesben pillangó kiállításán, valamint a Megőrzött múlt címet viselő Gróf Bethlen Anikó népi textíliáit bemutató kiállításon. 12 és 16 óra között a tárlatokhoz kapcsolódó gyerekfoglalkozások lesznek, valamint diafilmvetítéssel is színesítik a programot. A programok ingyenesek, de adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki, és kérnek mindenkit, aki teheti, bármilyen kis összeggel is támogassa a múzeum munkatársának életmentő műtétjét. Sajnos rossz hírt kellett kapjunk már az év elején, és az mellett, hogy ugye szerveztük a programokat, kiderült, hogy az egyik kolléganőnk súlyos beteg, és életmentő műtétre lenne szüksége, ami hatalmas összegekről szól, hogy ki kéne fizessen így hirtelen, és ezért úgy döntöttünk, hogy akkor amennyiben lehet, akkor ez egy jótékonysági esemény is legyen egyben. Így ezúton is szeretnénk megköszönni külön a Karmazsinnak és a Halvirágnak, hogy ingyen vállalták ezeket a szerepléseket, és valamivel legalább tudjuk pótolni azt a reményeink szerinti összefogást, amit esetleg az emberek ilyen esetben tudnának nyújtani egy másik személy irányában. A Tarisznyás Márton Múzeum nyílt napja a Karmazsin népi együttes 16 órakor kezdődő népzenei előadásával zárul. Lángba borult és teljesen kiégett egy személyautó Gyergyószentmiklóson szerdára virradóan. A Rákóczi Ferenc utcában kigyulladt autóhoz a tűzoltóságot és a rendőrséget is riasztották. A lángok eloltása nagyjából egy órát vett igénybe. Ezt követően a hatóságiak gyújtogatás és rongálás gyanúja miatt elkezdték a nyomozást. A vizsgálatok során kiderült, hogy a gépjármű egy 26 éves helyi férfi tulajdona, az ügy kapcsán pedig két 27 és 30 éves, szintén gyergyószentmiklósi férfira terelődött a gyanú, miután január 16-án hétfőn nézeteltérésbe kerültek a személygépkocsi birtokosával. A vita amiatt robbant ki, hogy a Skoda Octavia típusú autó olyan helyen parkolt, ami a gyanúsítottak szerint nehezítette egy ingatlan udvarára való bejutást, ezért a gyanú szerint a két férfi felgyújtotta a kifogásolt helyen parkoló autót. A vizsgálatokat végző Gyergyószentmiklósi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának rendőrei elrendelték a két 27 és 30 éves férfi 24 órás őrizetbevételét. Elfogadták hétfőn Hargita megye idei költségvetését, a megyei önkormányzat mintegy 100 millió euróból gazdálkodhat, a becsült kiadások azonban 110 millióra rúgnak. A különbözetet pályázati forrásokból fedezik.
Elfogadták hétfőn Hargita megye idei költségvetését, a megyei önkormányzat mintegy 100 millió euróból gazdálkodhat, a becsült kiadások azonban 110 millióra rúgnak. A hiányzó összeget pályázatokkal teremtenék elő. Az idei költségvetés előkészítését alapos konzultáció előzte meg, eszerint a legfontosabb az egészségügy, a második helyre kerültek az utak és a hidak, harmadik a családtámogatás és az idősek felkarolása. Hatodik helyre került a turizmus, ami korábban sokkal hátrább volt. Borbó Csaba Hargita megye tanácsának elnöke az idei költségvetésről beszélt. Mintegy 100 millió eurós az a költségvetés, amiről ma döntöttünk. Egy felelős költségvetés, habár nehezen kezdjük az évet, hisz az alacsony lakosságszámú, de nagy kiterjedésű megyékkel szemben az országos költségvetés úgymond igazságtalan, hisz egy nagy megye vagyunk mi, Hargita megye, tizedik a rangsorban a 41 megye közül, lakosságban 30-ak, és a bevételeink a lakosság számhoz van kötve, ilyen szempontból a szolgáltatások ugyanazok, hegyvidéken a fűtés, a szolgáltatás minden sokkal költségesebb, és a szociális esetek száma is sokkal magasabb, mint az olyan megyékben, ahol nagyjából szinte a megye lakosság jelentős része a megye központban él. Ennek ellenére bizakodóan szavaztuk meg ezt a költségvetést, egy olyan költségvetést szavaztunk meg, ahol ebben az évben is úgy az utak építése, az inkubátorházak, a gazdasági szférának az erősítése, a fejlesztések tekintetében támogatást kapott, az egészségügy, az oktatási intézményeink, a pályázati kiírásaink, az egyházi civil együttműködéseink és az alárendelt intézményeink is, ha szűkösen is, de tudják, ezt az évet meg tudják valósítani. Úgyhogy egy bizakodó költségvetés, ahol elvárjuk az RMDSZ kormányzati szerepvállalása mentén az év folyamán további forrásokkal tudjunk gazdálkodni, és dolgozzunk azon, hogy a megkezdett beruházásainkat ne kelljen abba hagyni, illetve újabb Európai Uniós források mentén tudjuk a megyénket fejleszteni. Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának alelnöke szintén az idei büdzséről és a pályázati programokról tett említést. Legjobban annak örülünk, hogy január közepén vagyunk és el tudtuk fogadni Hargita megye tanácsának a költségvetését. Mivel egy nehéz évnek nézünk elébe, ezért az volt az elv, ami alapján meghatároztuk a költségvetésnek a tervezését, hogy a tavalyi év megvalósításai fogják jelenteni az idei kiinduló pontját és a tervezési szintet annak alapján fogjuk megtenni. Ma a pályázati programjainkat, ami a civil szervezeteknek szól, önkéntes tűzoltó egyesületeknek, ifjúsági szervezeteknek, illetve turisztikai szervezeteknek vagy sportegyesületeknek meghirdettük szokásainkhoz híven. Várunk még pár napot, hogy a hivatalos közlönyben megjelenjen, és úgy tervezzük, hogy február 22-től két naponta lesznek a leadási határidők. Egy kivételt tudnék itt mondani, ami fontos. Azt a három pályázati kiírást, ami a kulturális támogatási törvény alapján szükséges meghirdetnünk, tehát a magyar-román közösségeknek szóló általános kulturális pályázatot, illetve a népviseletek beszerzését célzó pályázatot nem hirdettük meg, de azok, akik ezt a következő hónapokban fogjuk meghirdetni, de azok az egyesületek sem fognak hátrányt szenvedni, mivel a kulturális eseményeket támogató szabályozás úgy módosult, hogy most már idéntől nem kell figyelembe vegyük azt, hogy a támogatási szerződés megkötése után kell egy esemény elkezdődjön, hanem előtte is elkezdődhet. De jelentős módosítások történtek a törvénykezés szintjén, ezzel pedig a következő időszakban vissza fogunk térni, és teljesen át kell dolgozzuk a pályázati kiírásunkat, ami a kulturális tevékenységek támogatását illeti. Ami még fontos és nagy munkánk van benne, az a két inkubátorháznak a megépítése, Balánbányán és Székelykeresztúron. Ez ugye részben Európai Uniós finanszírozásból fog megépülni, és már odaig jutottunk, hogy a közbeszerzésre hirdetjük meg a tervezés kivitelezést, és ide is meg kellett határozzuk azokat az önrészeket, amiket a pályázat szempontjából is mi vállaltunk. Bízunk benne, hogy évvégéig nagyot fogunk lépni ebben a témában is. A megye elnök a tanácsülés végén arról is beszámolt, hogy a múlt héten a magyarországi Hajdú-Bihar megye vezetőségével megújították a testvérmegyei együttműködést. A megyei önkormányzati képviselők a tanácsülésen többek között döntöttek a megyei önkéntes tűzoltó sport és turisztikai egyesületeket, illetve a családokat támogató programok biztosításáról is.
Összesen több mint 77 millió lejből fejlesztheti a járóbetegrendelőket, azaz 5 hargitai és Maros megyei kórház, amely finanszírozást kap a beruházásokra az országos helyreállítási terv részeként. A PNRR programban országszerte 55 kórház kap pénzt fejlesztésekre. Ezeket az elért pontszámok alapján listázza az egészségügyi szaktárca. Hargita megyében a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház, valamint a Székelyudvarhelyi municipiumi kórház korszerűsítheti a járóbetegrendelőket. Maros megyében mindhárom kórház, amely fejlesztési finanszírozást kap, ugyanakkora összeget 13,1 millió lejt igényelt a PNRR programban. A pénzből javarészt modern orvosi eszközökkel szerelik fel a rendelőket, de épületfelújításokat is végeznek a kórházakban. A Városi Sportklub felújítási munkálatokat végez a Bazilides Tibor sportcsarnok öltözőiben, mivel nagyobb munkálatok még nem zajlottak a létesítményben, ezért szükséges komolyabb javításokat eszközölni. A felújítást egy szakcéggel végezteti a VSK. Munkálatok zajlanak a Bazilides Tibor sportcsarnok öltözőiben, a két férfi és két női öltözőben már megkezdték a nagyobb volumenű munkálatokat, mind a négy helyiséget teljesen felújítják. A sportcsarnoknak az öltözőit újítatjuk föl, tehát van egy szakcég, aki ezt végzi, muszáj volt felújítani, mert sajnos elég rossz állapotban volt. Hát ugye régi építésű és mindig voltak rongálások, sportiskola úgy, ahogy megpróbálta a kis szűkös keretből, amit lehetett újítgatni, de most megpróbálunk egy nagyobb felújítást eszközölni, úgyhogy az öltözők falait muszáj megerősítsük, illetve a folyosókon, mert sajnos, hogy nagyon sok a rongálás. Kercsó Zoltán elmondta, a rongálások többnyire a diákok által történnek, mivel emberhiány miatt nincs felügyelet, ezért nehéz kivédeni, hogy ne történjenek hasonló problémák. A VSK szeptembertől vette át a sportcsarnok működtetését, azóta azonban személyzet hiánnyal küzdenek, de remélik, hogy a közeljövőben két félnormás posztot meghirdet a helyi tanács, így kissé fellélegezhetnek és biztosítani tudják a diákok felügyeletét. A menedzser kissé felháborodva mesélte, mik történnek az öltözőkben. A villanykapcsolót többször is összetört egy diák, de a fogasokat is kitépték a falból, sőt, magát a falat is több helyen betörték. Talán 6 helyen tört be a gipszkarton, tehát a fal annyi helyen ütték be. Most nem azt mondom, hogy csak a diákok, de na, túlnyomó részt igen, úgyhogy próbálunk ezzel most egy picit megerősíteni a falakot, hogy dupla réteg legyen, hogy ne tudják bántani, és nyilván festeni, meg ilyen apró felújításokat eszközölni. A felújításra az éves költségvetésükből csoportosítottak át pénzt, így belső forrásból történik a munkálatok finanszírozása. További felújításokat is terveznek a sportcsarnokban. Szeretnék a csarnok padlózatát kicserélni, mivel teljesen tönkrement az idők során. Mivel egy sportpadlónak az értéke közel 400 ezer lejbe kerül, ezért meglátása szerint pályázati forrásból lehetne megvalósítani. Beszéltem az arborvállalkozók szövetségével is, és tavaly ugye a Csiki Kert projekt egy nagyon befutott projekt volt a részvételi költségvetésben, tehát ugye a megyénél, amit lehetett pályázni, és nagyon szeretném, hogyha az idén a város úgy felsorakozna mögénk, és hát ha a VSK meg tudna egy olyan álmot valósítani, hogy részvételi költségvetéssel a lakók buzdítására, szavazatával a sportcsarnoknak a padlózatát sikerülne felújítani. Erre a felújításra azért is lenne nagy szükség, mivel nagyon sokan használják a sportcsarnokot, és a jelenlegi padlózat már veszélyforrást is jelent egy-egy sérülésre, annyira beszakadt több helyen is a felülete. A VSK menedzsere kiemelte, mintegy 1200 gyerek fordul meg a létesítményben hetente testnevelés órákon a Szpöntó Nikolai és a Salamon Ernő gimnázium diákjai közül, de ezen kívül több sportrendezvényt is szerveznek itt, nem csak a Gyergyószent Miklósi általános iskolák, hanem a környező falvak iskolái is. Ugyanakkor hivatásos és amatőr sportcsapatok is használják a sportcsarnokot, így hetente több mint 2000 ember fordul meg a létesítményben. Ezen a héten a Városi Sportklub a Gyergyószent Miklósi jégpályánál is végez karbantartási munkálatokat. Itt az összes lámpatestet kicserélik ledes égőkre, elsősorban energiatakarékosság céljából, de látványban is sokkal jobb élményre számíthatnak majd az ide látogatók. 2022 első 9 hónapjában 6,8%-kal kevesebb villanyáramot fogyasztottunk, mint egy évvel korábban.
Az IAR-ról Financiár gazdasági napilap adatai szerint az áramfogyasztás visszaesése részben a lakosság takarékosságának köszönhető, másrészt pedig több nagyipari fogyasztó függesztette fel a termelést a magas energiaárak miatt. Az elmúlt évben a lakosság 9%-kal, míg az ipar 6%-kal fogyasztott kevesebb áramot. A közvilágítás országszerte is több mint 4%-kal kisebb volt tavaly. 2023 első hetében továbbra is csökkent az áram iránti igény. Január első napjaiban 20%-kal kevesebb villanyáramot fogyasztottunk, mint 2022 azonos időszakában. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy az időjárás sokkal enyhébb az ilyenkor megszokottnál. A Transelektrika adataiból kiderül, hogy a legnagyobb visszaesés január 7-én következett be, amikor a fogyasztás 28%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. Hasonló folyamat játszódott le a földgáz és az üzemanyagok piacán is. A gázfogyasztás 14%-kal esett vissza 2022 első 9 hónapjában, míg az üzemanyagok eladása is stagnáltak. A Studium Prospero Alapítvány megszervezte a Kultúra Hete című rendezvénysorozatot. Az esemény január 22-ig tart. Egy hétig tartó kulturális rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a Studium Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen. A január 15-től január 22-ig tartó programsorozat a Kultúra Hete néven vált ismerté, ahol idén is helyet kap a képzőművészet, a film, a színház, a zene, az irodalom, a tánc, a történelem, a népi kultúra, a gasztronómia, illetve tudományos ismeret terjesztő előadások és gyermekprogramok is várhatóak. Hagyományosan most már egy kiállítással kezdjük a január 15-i eseménysorozatot. Orvosok, egészségügyisek művészkednek, és az ő munkájukból nyílik egy digitális kiállítás, román nyelvű és magyar nyelvű megnyitóval, bemutatóval. Ez a kiállítás a hét folyamán folyamatosan látogatható a Studium Hub kávézójába. De lesz könyvbemutató, lesz különböző gyermekfoglalkozás, érdemes eljönni, érdemes követni az eseménysorozatot. Jönnek ugyanúgy az örmények, a zsidó közösség, román közösség, szász közösség, és különböző rendezvényeket, kulturális eseményeket szerveznek az elkövetkezendő egy hétben. A Magyar Kultúra Napján idén Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezve a Látószépirodalmi folyóirat Petőfi számát mutatja be. Részletes program a Studium Prospero Alapítvány online felületén érhető el. Az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub minél több gyerekkel szeretné megszerettetni a mozgást, a sportolást, ezért délutáni foglalkozásokat szerveznek, amihez önkéntes munkatársat keresnek. Az erdélyi Godakó Sportklub működtetői fontosnak tartják, hogy minél kisebb korban megszerettessék a mozgást a gyerekekkel. A mozgás jó hatással van a gyerek testi, szellemi fejlődésére, ezért a sportklub délután foglalkozás keretében teret és lehetőséget biztosít különböző játékos tornaórák megszervezésére az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportközpont székhelyén. A minden izmot megmozgató, koordinációs képességeket fejlesztő és fizikai állóképességet erősítő tornaórák felügyeletéhez önkénteseket keres a klub. Olyan önkéntes munkatársat keresünk, aki kimondottan a gyerekeket kedveli, a gyerekeket szereti. Egy olyan sportprogramot indítottunk el nekik, olyan edzésprogramot állítottam össze, amilyen játékos, sportra rávezető, sportág megszerető, ami azt jelenti, nem csak az ökölhívást megszeretetni, hanem igenis indulna el a gyereknél egy olyan mozgás, hogy azt mondja, hogy ő igenis a mozgás kezdi el szeretni. És akkor ebből a mozgásból kibontakozva ugyanúgy csatlakozhat később az ökölvívó csapathoz, innen mehet akár más sportág irányába is. És ide keresünk olyan önkéntes munkatársat, olyan önkéntes jelenkezőt, aki igenis ebbe a programba részt venne, és örömmel, jó szívvel a gyerekekkel foglalkozna. Azt az edzésprogramot levezetni, felügyelni őket, amit összeállítok számára. A sportmúlt vagy pedagógusi képzettség nem kötelező a délutáni tornaórák koordinálásánál, de mindenképp előnyt jelent, fogalmazott Huszár Árpád, a klub vezetője. Sportmúlttal ugye rendelkező az egyértelműleg kiemelt és előnyt élvez,
olyan sporttanár, aki már nyugdíjba ment, de még azt érzi, hogy gyerekekkel foglalkozna, vagy bármilyen sportoktatásban részt vett személy, aki már oktatott és foglalkozott gyerekekkel, természetesen örülnék neki. Azok a személyek, akik szívesen részesei lennének a speciálisan kidolgozott sportprogram által a gyerekek fejlesztésében, arra kérik, jelentkezzenek a képernyőn látható telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között. A játékos tornaórák lényege mindenképp a mozgásra, a sportolásra való igény kifejlesztése a gyerekekben, de akik a sportolás iránt komolyabban érdeklődnek, és ez tehetséggel és kitartással is társul, akár a jövő ökölvívó bajnokai is lehetnek. Ez volt már a Fénypont, köszönöm a figyelmet, friss hírekkel holnap is várjuk nézőinket, szép estét, a viszontlátásra!